Sziasztok, ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban Spider-Man animated figurákkal fogok foglalkozni, egyenesen a 90-es évekből, ugye a Toy Biz féle Pókember figurákkal, hiszen ez a játékvonalhoz is van gyerekkori kötődésem, úgyhogy már nagyon régóta tervezem, hogy erről is kéne egy videót csinálni. Ugye a Pókemberről, a képregényekről, a rajzfilmről, meg a Pókemberhez való kötődésemről már csináltam korábban egy emlékmentés műsort, úgyhogy önmagamat nem akarom ismételni, tehát amik ott elhangzottak, azokat most még egyszer nem fogom elmondani. De elég az hozzá, hogy a Pókember figurák azok, hát nyilván jelen voltak ugye az én gyerekkoromban is, jelen voltak itt Magyarországon is, hiszen akkoriban azért a képregények, illetve ezek a képregényes figurák akkor kezdtek el felívelni, illetve hát a rajzfilm sorozatoknak is viszonylag nagy volt a nézettsége, meg az ismertsége, és hát ez a Toy Biz, illetve a Toy Biz-es szuperhős figurák, azok gyakorlatilag a 90-es éveknek egy elengedhetetlen részét képezik. Igazából nem annyira legendásak talán, mint mondjuk a G.I. Joe, vagy a He-Man, vagy még sorolhatnék egy pár vonalat, de hát azért mindenképpen a 90-es években azért nagy számnak számítottak ezek a dolgok. No, mielőtt még rátérnék úgy konkrétan a figurákra, meg a figurák általános jellemzőire, azelőtt történeti bevezetésként beszélni kell egy kicsit a Toy Biz-ről. Mint cégről, mert nincs még egy olyan játékgyártó, aminek gyakorlatilag ennyire kusza és kibogozhatatlan sztoria lenne. Éppen ezért már nagyon régóta tervezem, hogy a Toy Biz történetéről írok is egy cikket, de hát nehezíti a dolgot az, hogy tényleg nagyon kibogozhatatlan összefonódások és susmusok jellemzik a cégnek az egész létét, de azért pár mondatban megpróbálom most tisztába tenni, mert azon kevés produktumokban, amiben szóba került ez a cég itt Magyarországon valaha, abban azért pontatlanságok hangoztak el. Ugye az viszonylag ismert tény, hogy volt olyan időszak, amikor a Toy Biz volt a Marvel tulajdonosa, úgymond papíron, de igazából előtte meg a Marvel volt félig meddig a Toy Biz tulajdonosa, úgyhogy nagyon kusza a sztori, de mindjárt helyre rakjuk egy kicsit. Ugye először is ez a cég, a Toy Biz, ez nem egy új alakulat volt neki jogelődje, egy kanadai cégről van szó, ami hát egészen a 19. századig visszavezethető, de mondjuk úgy, hogy a 80-as években Charan néven működött, és alapvetően nem játékokat gyártottak, hanem mindenféle dolgot, sportfelszerelést, hoki cuccokat, ilyesmit, de több márkáik is voltak, és egyébként egy elég sikeres cég volt. Most 1988-ban megalapították a Charanon belül a Toy Biz-t, ami a játékokért felelős leányvállalat volt, mondjuk úgy, nem biztos, hogy pontos a megfogalmazás, és hát innentől kezdve igyekeztek ők is a játékiparba is betörni, hiszen a 80-as években ez azért egy felívelésben lévő terület volt. Na most túl sokat ebben az időszakban még azért nem fogtak, nem voltak egy nagy cég, talán az egyetlen dolog, ami azt hiszem, hogy hozzájuk köthető, azok a 89-es Batman filmhez készült figurák voltak, amik hát olyanok voltak, amilyenek, de igazából nem hagytak olyan túlzottan nagy nyomot. És egészen 1990-ig, tehát 88-tól 90-ig egy ilyen kis kezdeti időszaknak, vagy időszak volt. 90-ben változott meg egy kicsit a széljárás, amikor is egy hát játékiparban már jártas, eléggé pénzéhes üzletember, Isaac Perlmutter bevásárolta magát a Toy Biz-be, illetve nem bevásárolta magát, hanem gyakorlatilag megvette az egész Charant, meg a Toy Biz-t, meg úgy, ahogy van az egészet, unblock, és innentől kezdve ő átszervezte, átalakította gyakorlatilag a cégnek a működését. Na most Perlmutter nem volt a játékiparban kezdő, övé volt korábban a Coleco, vagy vezette a Colecót, vagy valami ilyesmi.
ahol hát csúnya vége lett a dolgoknak, mert csődbe is ment, fillérekért vette meg a Hasbro, illetve hát ott is voltak ilyen perek, amik hát a különböző ilyen Perlmutternek az ilyen összefonódós bizniszeit pedzegették, hogy hát az ilyen különböző hitelek, meg ilyen barter dolgok miatt ment a cég lényegében csődbe. Úgyhogy hát miután ezek a dolgok lezajlottak, azután Perlmutter új terület után nézett, és hát megvette a Toybiz-t. Átalakította a céget, mégpedig mondjuk úgy csúnya szóval élve a fillér baszás lett a fő irányvonal, de olyan szinten, amit gyakorlatilag semmelyik másik játékgyártó se művelt. Minimalizálta a cégnek a rezsijét, olyan szempontból, hogy minden gyártást, amit csak lehetett, azt elvitt Távol-Keletre, bérgyártásba. Nem volt a cégnek épülete, hanem egy ilyen gagyi irodát béreltek, nem volt rendes raktáruk, hanem Arizona külsőn béreltek valami nagyon lepukkant raktárat, és azt hiszem, hogy összesen 22 alkalmazottat hagyott meg, tehát valami elképesztő művészi szintre emelte azt, hogy minimalizálja a költségeket és a befektetett munkát. Ez a későbbiekben is azért valamennyire jellemző volt rá. Úgyhogy Perlmutter megszerezte a Toybiz-t, és hát licenszek után nézett, mondjuk így, mert hát akkoriban a játékiparban az érvényesülés egyik fő záloga, mondjuk úgy, az a licenszeknek a birtoklása volt. A másik fontos ember az Perelman, Ron Perelman, aki ugye 1988-ban megszerezte a Marvelt. Magát a képregény kiadót. Ez a Perelman, ez nem volt egy olyan rohadtul jó üzletember, maradjunk annyiban, nem sokat értett a képregényekhez, meg úgy unblock semmihez, és hát ez tetten érhető gyakorlatilag a rövid munkásságában, ami hát az 1996-os Marvel csődig tartott, mondjuk úgy. Ugye 70-es években nagyon ment a Marvel, a képregények is, a rajzfilm sorozatok is, meg a megóféle szuperhős figurák is. A 80-as években aztán picit más világ jött, a képregények azok ugyanúgy mentek, ugyanúgy voltak rajzfilm sorozatok, azok mondjuk mindig voltak olyan sikerrel, amilyen, de igazából nem váltották meg a világot. Viszont a 80-as években a játékokra nagyon-nagyon nem koncentrált a Marvel. Nem érdekelte egyszerűen őket, nem foglalkoztak vele. Úgyhogy hát a licensz az volt egy csomó ideig a megó csődje után, amikor senkié nem volt gyakorlatilag a Marvel figuráknak a licensze. És azt hiszem utána egy rövid ideig a Mattel megszerezte, és ugye kiadtak a Titkos háború hoz kapcsolódóan egy figura sorozatot, de hát mondjuk úgy, hogy az a sorozat az rossz időben keletkezett, mert hát akkoriban nagyon nagy túltelítettség volt a játékboltokban, úgyhogy igazából annyira nem váltotta meg a világot, és a Mattel utána már nem is erőltette a szuperhős figuráknak a gyártását, legalábbis ami a Marvelt illeti. Úgyhogy 80-as évek végén, 90-es évek elején megint ott tartott a Marvel, senki nem gyártott gyakorlatilag Marvel játékokat, Marvel figurákat. Ott volt az akciófigurák aranykora, abban az időszakban is nem lehetett Marvel figurákat kapni. És ez a Perelmant, ez nem igazán érdekelte. A következő fickó, akiről egy minimálisan beszélni kell, és szerintem az ő neve az biztos, hogy ismerős lesz nektek, az Avi Arad, aki hát ugye manapság mondjuk az egyik legnagyobb ilyen Marveles arc, mondjuk úgy, tehát az elmúlt évtizedekben ő nagyon-nagyon sokat tett a Marvelért. Na most itt a 80-as években az Avi Arad nagyon nagy képregény rajongó volt a fickó, de alapvetően ő játék tervező volt. Tehát volt egy cége, ami különböző más játékgyártó cégeknek talált ki játékötleteket, meg tervezett meg játékokat. Tehát az Arad dolgozott gyakorlatilag ilyen áttétes módon az LGN-nek, a Matchbox-nak, a Coleco-nak, és nagyon sok más cégnek is, és hát itt a Coleco-s összefonódásból ismerték egymást Perlmutterrel. Na most az Avi Aradot
áthívták gyakorlatilag a Toy Bizbe, de egyúttal, valamivel előtte, az Aviarad posztot kapott a Marvelnél is. És ez már magába hordozza azt, hogyha ha egy ember itt is dolgozik, meg ott is dolgozik, akkor megpróbálja egy kicsit közelebb hozni a dolgokat, és hát ez az Aviarad pontosan ezt csinálta. Igazából a Marvelnél hát ebben az időben még nem tudom pontosan mi volt a beosztása, de később ilyen kreatív igazgató volt, meg ilyesmi. A rajzfilmeket favorizálta nagyon, tehát igazából neki az volt a meglátása, hogy a Marvel jövője az nem feltétlenül csak a képregényekben van, hanem ő szeretett volna nagyon sok rajzfilm sorozatot, szeretett volna egészestés filmeket. Ugye akkoriban a korábbi Marvel szuperhősös filmek azok ugye ilyen gagyi tévéfilm színvonalon álltak, de az Aviarad tudta, hogy nem ez lesz a jövő, úgyhogy gyakorlatilag ezt is elkezdte nyomni, annak ellenére, hogy ellenállásba ütközött minden szinten. Tehát a Perelman a Marvel részéről nem mutatott semmilyen érdeklődést igazából, se a rajzfilmek, se a filmek, se a semmi ilyesmi iránt. Egy Aviarad kellett ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek. Na most elindultak a Marvel-féle rajzfilmek a 90-es évek elején, ugye az X-Men-nel, meg utána később a Pókemberrel, amik hát nagyon-nagyon sikeresek lettek. Ugye ezekben azt hiszem, hogy executive producer az Aviarad, meg producer, meg ötletgazda, meg mit tudom én, tehát nagyon sokat dolgozott ezeken a projekteken, és hát be is jött, mert például az olyan rajzfilm csatornákon, mint a Fox Kids, Orba Szájba nyomatták őket, és például az X-Mennel is nagy sikert tudott elérni, pedig attól mindenki félt, mert annyira nem volt beágyazott, tehát megvolt a maga közönsége akkor is nyilván az X-Mennek, de nem volt annyira elterjedt, nem volt annyira ismert, mint mondjuk egy Pókember, és az X-Men mégis közel tudta hozni a gyerekekhez, ami azért szerintem nagy szó volt. Tehát én nekem is az X-Men imádatom egyik nagyon fontos alappillére volt az X-Men animated sorozat. Na, tehát Aradnak megvolt a posztja a Marvelnél. Ezen kívül behívták a Toy Bizbe, de nem simán csak úgy, hogy dolgozzál nekünk, Avi, hanem konkrétan tulajdonrészt kapott. És már innen kezdődnek a susmusok, hogy valaki csak úgy kap tulajdonrészt egy játékgyártó cégbe. Valószínűleg bevitte oda a saját állományát, meg ötleteit, és akkor ezért. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag Perlmutter és Avi Arad azon dolgozott, hogy a Marvel licenszeket, azokat megszerezzék a Toy Biznek. Ez sikerült is, mégpedig a, hát szerintem a világ egyik legelőnytelenebb üzletével, ami, hát hogyha valahol megtaláljátok a leírást, akkor azt fogják írni, hogy kölcsönösen gyümölcsöző együttműködést kötöttek a Marvel-el, de nem. Tehát igazából az átbaszás csimborasszója volt valamilyen szinten, ugyanis a Toy Biz az megszerezte a Marveltől az összes karakternek a használati jogát, de örök licenszet rá. Tehát úgy, hogy innentől kezdve bármeddig, bármikor, bármennyi Marvel figurát kiadhattak, meg bármilyen Marvel játékot, tehát egy teljes korlátlan licenszet. Mégpedig licenszdíj fizetési kötelezettség nélkül szerezték ezt meg, hölgyeim és uraim, amire viszont szerintem nem nagyon volt példa még a játékiparban. Mindezért gyakorlatilag a Toy Biz akkori pénzkészletének és tulajdon részének a 46%-át adták a Marvelnek, ami hát mivel hogy erősen lecsupaszították ezt a Toy Bizt, ezért ez nem jelenthetett olyan rohadt sok pénzt, és ezért a nem annyira rohadt sok pénzért gyakorlatilag teljes kontrollt kaptak a Marvel játékok felett, örök licenszet, és az egyes eladott Marvel játékok, figurák után nem kellett még pluszba licenszdíjat fizetni. Tehát csak hogy értsétek, mondjuk egy más figuránál, egy Star Wars figuránál, a Kenner, ha eladott $10 egy figurát, akkor abból a $10, mit tudom én, $1.8 az a Lucasfilmé volt. Na most itt a $10 az a Toy Bizé volt, és abból nem járt a Marvelnek semmi. És ezért gyakorlatilag csak tulajdonrészt fizettek, meg hát némi kápét. A tulajdonrészsel annyira egyébként nem járt rosszul a Marvel,
Nyilván osztalékot azt utána kaptak a Toy Biz után, de hát azért a mérleg erősen a Toy Biz felé billen, hogy kiárt jól szerintem ezzel a biznisszel. Úgyhogy innentől kezdve, 1993-tól kezdve gyakorlatilag a Toy Biz és a Marvel az így összefonódott, hiszen a Marvel volt a Toy Biz tulajdonosa részben, Permuter is kapott posztot a Marvelben is, illetve Avi Aradnak is volt posztja itt is és ott is, úgyhogy gyakorlatilag a két cég az nem teljesen egyé vált, de összefonódott. És akkor innentől kezdve egyébként folytatódtak ezek az üzleti mahinációk, meg susmusok, úgyhogy mondom, a Toy Biz sztoriát nagyon nehéz kibogozni ilyen szempontból. Ugye Arad hathatós hatására gyakorlatilag az animációs sorozatok azok elkezdtek pörögni. Én is imádtam őket, tehát ugye én először ugye német csatornákon találkoztam ezekkel a rajzfilmekkel, az X-Mennel meg a Pókemberrel, de ugye nem csak ezek születtek, hanem később ugye volt Vasember, Hulk, Silver Surfer, Fantastic Four, tehát az Arad az tényleg képregény rajongó volt, és az összeset gyakorlatilag rajzfilm formába akarta önteni, és az összes ilyen rajzfilmhez gyakorlatilag a Toy Biz jelentetett meg animated stílusú játékfigurákat, illetve hát nem csak azokat, hanem voltak önálló Marvel-es sorozataik is, különböző méretekben is jelentek meg figuráik, és innentől kezdve, tehát nagyjából 93-94-től kezdve, egészen a 2000-es évekig a Toy Biz szó szerint ontotta magából a Marvel figurákat, az ontotta, azt úgy kell érteni, hogy évi több mint 100 féle figura jelent meg. Tehát ilyen, tudom én, 30 Pókember, nem tudom, 28 X-Men, X-Force, Vasember, minden, és ezek párhuzamosan is futottak, meg hát jó, nyilván valamennyire váltották is egymást, úgyhogy minden évben elképesztő mennyiségű figurát öntöttek a piacra, ami hát előnyös is volt, meg nem is, olyan szempontból előnyös volt, hogy valahogy ez a hármas hatás a rajzfilmek, a képregények is nyilván, meg a játékok, azok újra divatba hozták a Marvelt, valahogy felhozták. Persze erről a képregény rajongók nem egészen így vélekednek, mert őnekik ugye ez a 90-es évek a Marvel csőddel, ez általában azt szokta jelenteni, hogy ez a sötét időszak, de igazából nem volt annyira sötét ez az időszak. Mert hogy 96-ban miután a Perelmant eltakarították, utána az Avi Arad és a Permuter vette át az irányítást a Marvelben, és gyakorlatilag ez volt az az időszak, ami megágyazott annak, ami ma van. Igazából a rajzfilmek, a képregények, a játékok együttesen divatba hozták a Marvelt, és utána a 90-es évek legvégén szintén az Avi Aradnak a hathatós odahatása miatt elkezdték csinálni az egész estés Marvel filmeket, annak ellenére, hogy a stúdiók unblock nem akartak Marvel filmeket csinálni, mert nem bíztak benne, nem gondolták, hogy ezek sikeresek lesznek. Úgyhogy, és akkor jött a penge, jött az első Pókember, a többi meg már történelem, egészen ugye addig, ameddig a Disney fel nem vásárolta a Marvelt, és utána indult az MCU. Tehát valamilyen szinten az, hogy ma van MCU, az erre az időszakra szerintem, és Avi Aradék tevékenységére az erőteljesen visszavezethető. Persze tudom, hogy sokan meg nem így látják, mert vannak nagyon sokan, akik ezt az embert nem kedvelik, és a tevékenységét nem tartják jónak. Azt szerintem elvitathatatlan, hogy nagyon nagy képregény rajongó volt a faszi, és újra a köztudatba hozták együtt ezt az egészet. Na még egy szó a Toy Bizről, aztán most már áttérek a figurákra. A 96-os csődnél volt az a nagyon-nagyon érdekes motívum még, amit megcsináltak, és akkor itt volt az újabb susmus része, hogy a Toy Biz az gyakorlatilag megvette a Marvelt papíron 96-ban, úgyhogy előtte a Marvel volt az ő tulajdonosa, és aztán a Marvelt meg összeolvasztották a Toy Biz-zel, és valahogy ebből jött létre a Marvel Entertainment, ami aztán
később is ilyen átnevezés volt, meg minden, és akkor valahogy ebből lett a Marvel Studios is később. Hát ezt is egyszer majd ki kell bogozni. A Toy Biz részét pedig utána átkeresztelték a 90-es évek végén Marvel Toys-ra, úgyhogy nagyjából ez az az időszak, ami a, konkrétan 90-es évek, amikor Toy Biz féle Marvel figurákat találhattunk a boltokba. A Toy Biz egyébként persze a Marvel házi játékgyáraként funkcionált, de nem csak az volt. Tehát ezt így nem lehet kijelenteni, hogy csak az volt, ugyanis voltak más játékaik is, például Xena figurákat ők csinálták, de más játékvonalakban is részt vettek, tehát igazából nem arról volt szó, hogy ők akkor csak ráálltak a Marvel-re, és akkor csak azt csinálták. Elektronikus játékokkal is próbálkoztak meg, mindenféle ilyen dologgal, úgyhogy egy multifunkciós játékgyárnak indult, de aztán lényegében egybeolvadt ez az egész a Marvel-le. A Toy Biz 1994-ben kezdte el kiadogatni a Pókember rajzfilm sorozathoz tartozó játékfigurákat, amelyek hát ilyen nagy méretű, mondjuk úgy, hogy 5,5 incses figurák voltak, amelyek hát olyan nagyjából He-Man méretűek, tehát a He-Manhez voltak belőve, és jellegükben is egy kicsit a He-Man figurákhoz hasonlítanak, tehát viszonylag izmosak, de nem olyan nagyon túl izmosak, tehát annyira talán nem túlzóan, mint a He-Man esetében, de tény is való, hogy olyan figurákat is izmosnak valósítottak meg itt a Toy Biznél, amelyek amúgy annyira a rajzfilmben nem voltak azok. Több mozgatási ponttal rendelkeztek, tehát általában azért mozgott a lábuk combban, meg mozgott a térdük, a könyökük, válluk, a derekuk viszont nem, de a fejük meg igen. Nagyon sok figurába integráltak különböző ilyen kunsztokat. Először még csak ezek ilyen mozgatási dolgok voltak, mint például ennél a Venomnál a tátogás. Későbbiek során mindenféle hülyeséget, gyakorlatilag falra kivetítő projektortól elkezdve, a tökéből előcsapódó rugós kilövőn át, mindent, meg mindenféle páncélos alsorozatokat behoztak, stb. Általában az volt a menetrend, hogy először, mint például itt a Pókembernél is, a basic figurákat, azokat nagyon-nagyon hamar kiadták, tehát az alapkaraktereket, amiket ugye mindenki ismert, hozzákapcsolódóan készültek játékjárművek, playsetek, stb. Ezek beágyazták magát a márkát, és akkor a későbbiekben millióféle alvonalat még kiadtak ilyen vízkilövős ágyúval, meg páncélokkal, meg ilyen nagyon elborult dolgokat is, és rengeteget, tehát mondom, minden évben elképesztő mennyiségű figurát, amiben viszonylag kevés volt az újrahasznosítás. Jó, persze csináltak olyat, hogy az egyik vonalban megjelent egy figura, és akkor a másikban újrahasznosították, de hát korán sem olyan mértékben, mint hogyha mondjuk a Kenner csinálta volna, mert akkor a fele ugyanaz lett volna az egésznek. Itt nagyon nagy volt az új figurák hányada minden vonalban, az X-Menben, az X-Force-ban, a Fantasztikus 4-esben, többségben voltak a teljesen új figurák, és aztán a 90-es évek végén már többet hasznosítottak újra, de alapvetően azért rendben volt ez, tehát nagyon sok volt benne az eltérő. Például Venom is, tehát az első Venom után kiadtak belőle egy másik változatot, utána kiadtak belőle egy maszk nélkül változatot, utána valami páncélos, tehát ugyanabból a karakterből is sokféle eltérő tulajdonságokkal bíró figurát csináltak. No, ez a négy van nekünk mára. Nagyon többet nem is tervezek, mert ezeket is a gyerekkori kötődés miatt válogattam össze. Igazából az volt a probléma, hogy három ugye már elég régen megvolt ebből, de mindenképpen kellett egy negyedik, mert az is megvolt gyerekkoromban, és azt viszonylag nehezen szereztem be, ami vicc, mert az a leggyengébb figura a mai négy közül. És én konkrétan akkoriban, tényleg ilyen 94-95-ben találkoztam ezekkel a játékokkal, egy karácsonyra kaptam három figurát, a Venomot, a Geekot, illetve ezt a Webracer Spider-Man-t, amit itt oldalt láttok, és tetszettek, kedveltem alapvetően őket, kivéve ezt a Webracer Spider-Man-t,
És hát utána már nem kaptam figurákat, ilyen figurákat, inkább Star Wars figurákat kaptam. Egy animatedes vasember figurám volt, még egy ilyen piros páncélos, úgyhogy nagyjából ennyi volt nekem a képregény figurás pályafutásom gyerekkoromban, már ami a Marvelt illeti. Most ebben az időszakban ugye már ment a németen a Pókember rajzfilm sorozat, tehát képbe voltam, ugye nagyon olvastam akkoriban a képregényeket, úgyhogy amikor mondjuk német adókon láttam ezeknek a játékoknak a reklámját, akkor tetszett nagyon, és nagyon örültem, amikor nálunk is megjelentek, mert ugye ezek kaphatóak voltak nálunk is viszonylag széles körben, nem csak ilyen centrumáruházban, meg nagyobb skálában, meg ilyenekben, hanem kisebb játékboltokban is, bár nem voltak olcsóak. Ugye akkoriban azért eléggé ment fel a játékoknak az ára, és a Star Wars figuráknál is úgy emlékszem, hogy valamivel drágábbak voltak, igaz, nagyobbak is voltak egy picivel. És akkor nézzük meg közelebbről a figurákat. Az első az mondjuk rögtön legyen a legrosszabb, esünk is túl rajta, a Webracer Spider-Man 1994-ből, és hát rögtön láthatjátok is a tojbizes figurákra eléggé jellemző dolgokat, mégpedig azt, hogy általában majdnem minden figurába integráltak valami kunstot, ami hát nagyon sok esetben viszonylag hitvány volt. A figurák anyaga az jellemzően kemény, viszonylag keményebb talán, mint mondjuk a G.I. Joe-knál vagy a He-Man-eknél, mindenképpen más az anyaghasználat. Jók az ízületeik viszonylag, tehát van, általában hajlik a könyökük is, meg a térdük is, ugyanakkor nagyon sok esetben feláldozták a mozgathatóságot a különböző funkcióknak az oltárán. Na erre ez az 1994-ben rögtön az első szériában megjelent Webracer Spider-Man egy nagyon-nagyon jó példa. Ugye ebben az időszakban nem egy pókember figurát adtak ki, hanem nagyon sokfélét, mindenféle webshootert, webracert, simát, később fekete ruhást, meg Peter Parkert, meg mindenfélét, tehát ugye a főszereplőből sokfajta kellett, hogy legyen. Ez pedig hát az ilyen hálóvetős változat, aminél hát annyi a kunszt, hogy ezt a spárgát, aminek ilyen kis tapadó korongszerű valami van a végén, ezt átvezették a figurának itt a feltartott karján, és akkor lehetett vele, hogy lövi a hálót, és akkor himbálózik, és hú, de jó, igazából ez így átjön gyakorlatilag. Na most ez a funkció, ez nagyjából gyerekként 5 percig volt izgalmas. Ezután, amikor már konkrét játékra került a sor, miután már föllógattad mindenhova, azután hát inkább idegesítette az embert, hogy nem tudja leereszteni ugye a karját, mert felül egyáltalán nincs neki ízülete, csak a fejét tudja valamennyire mozgatni, meg a derekát, ő neki mozog a dereka. És hát nem lehetett vele olyan túl jót játszani, mert hát a verekedéseknél viszonylag hülyén nézett ki, hogy így csápol szegénykém a koncerten, úgyhogy nem ez volt a kedvenc figurám. A testalkata egyébként jó, tehát pont kellemesen izmos pókember, nagyon szép élénk színei vannak, hozza a rajzfilm sorozatban látható kinézetet, és ez egyébként jellemző az egész Spider-Man Animated szériára, de valamennyire az X-Menre is, hogy elég jól megcsinálták a figuráknak ezt a rajzfilm sorozatban látható küllemét, tehát nem sok ponton tértek el egymástól. Amin viszont nagyon jól spórolt a Toybiz, ha már ilyen idióta funkciókat beépítettek, hogy kiegészítők tekintetében nagyon spóroltak. Tehát csak ahhoz a figurához adtak kiegészítőt, aminél értelme volt, és jellemzően olyat, aminek azért értelme is volt, de amihez nem kellett, annál nem adtak. Tehát például ennél a pókembernél se volt semmi kiegészítő, ha csak nem veszik kiegészítőnek azt a kis Spider-Man feliratos, venomos, ilyen kis kitűzőszerű valamit, ami a dobozba volt rakva, ezen kívül nem volt hozzá semmi, de hát nem is lett volna értelme, hiszen nem tudta volna megfogni, mert a keze az gyakorlatilag nem mozog.
Úgyhogy hát nem tartottam igazából sose jónak ezt a figurát, úgyhogy külön foghúzással ért fel az, amikor ezt viszonylag komoly pénzért, 15 euró plusz postáért kellett megvásárolnom. Tehát mindenképpen kellett, mert ugye akartam beszélni róla, hogy ez is megvolt gyerekkoromban, úgyhogy relatíve sok pénzt kellett egy ilyen szebb példányért leszurkolni. Ami azért is érdekes, mert itt nálunk ezek a dolgok olcsóbbak jellemzően, mint külföldön, mármint ezek a pókember figurák. Nálunk is van belőle egy csomó, lehet velük találkozni aukciós portálokon, bolhapiacokon, bőrzéken, stb. Viszont nem gyűjtik olyan sokan, nincsenek úgy rápörögve az emberek, úgyhogy sokszor itt fillérekért hozzá lehet jutni, míg hogyha valaki megnézi az eBay-en, akkor ilyen 5000-6000-7000 forint környékén mocognak némelyik figura, hát persze vannak olyanok, amelyek olcsóbbak, de relatíve nagy pénzén mozognak ahhoz képest, amennyit itthon kérnek érte. Tehát itt 3000 forintért már tök jó figurákat lehet kapni, nyilván, hogyha találsz olyat, de kintről meg ilyen tényleg 15 eurókról indulnak, pláne ez. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen fokhúzásos élmény volt, szerintem nem ér annyit. Bontatlanul is fennmaradt ezekből egyébként egy csomó, azok jellemzően olyan 30-35-40 euró környékén mocorognak, tehát nem olyan fú 100 000-es nagyságrendek, de úgy azért valamivel kevesebb van belőlük, mint bontva, de azért hozzá lehet úgy is jutni, hogyha valaki szeretne. A második az a Venom, a mosolygós Venom, ami egy szerintem majdnem tökéletes figura egyébként, tehát én nagyon szerettem gyerekkoromban, meg nagyon szeretem ezt a figurát igazából most is, de ez az is hozzá játszik, hogy ugye én ekkor találkoztam először Venommal, és nagyon kedveltem. Ugye ekkoriban volt a képregényekben is ő nálunk új szereplő, behozták ugye a rajzfilmbe is, úgyhogy külön tök jó volt, amikor figuraként is megjelent, és nagyon örültem neki, amikor őt megkaptam, hát sokkal jobban örültem, mint a pókembernek, bevallom őszintén. Testalkatilag szerintem ez a figura tök jó, tehát nagyon izmos, de annyira izmos, ami még nem túlzás. Ugye Venom nagyon izmos volt a rajzfilmben, meg a képregényben is, úgyhogy egyáltalán nem baj, hogy ennyire megcsinálták, de nem annyira durván buffos, mint mondjuk egy He-Man figura, úgyhogy ez mindenképpen tetszik benne. Nincsen túl bonyolítva, neki mozog a könyöke, válla, térde, minden, ami kell, feje is, és hát egyetlen egy ilyen plusz kunstot építettek bele, ugye, hogyha így összenyomjuk a lábát, akkor gyakorlatilag így tátog nagyjából, ami illik Venomhoz, tehát igazából jobb funkciót én sem biztos, hogy ki tudtam volna találni neki. Na, ami miatt mégse tökéletes ez a figura, az nyilvánvalóan a feje, ahogy látjátok. Kicsit olyan ugyanis, mint hogyha vigyorogna. Ami egyébként nem áll távol a karaktertől, de mégis valahogy a feje egy picit komolytalanná teszi. Tehát én ezt így szeretem, ahogy van, szó se róla, de hát nem véletlen az, hogy később kiadtak belőle egy úgymond javított változatot, ami már nem igazán ilyen volt, ami jobb fejjel rendelkezett. Ezen kívül egy kicsit kancsal is, tehát így összeállnak a személyi, ami külön viccessé teszi az egészet. Hozzá nem volt kiegészítő, nem is lett volna szintén értelme, nem is úgy lett megcsinálva a keze, hogy bármit is meg tudjon fogni, úgyhogy ez így önmagában volt. Na most ehhez megvan a hátlap is, aminek külön nagyon-nagyon örültem, és ezúton is köszönöm annak az ismerősnek, akivel ezeket a figurákat bizniszeltük, ugyanis nekem ezek megmaradtak gyerekkoromból anno, de amikor elkezdtem G.I. Joe gyűjteni, akkor eladogattam őket, és az árából G.I. Joe-kat vettem, nem volt egy túl jó biznisz. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, amikor hát ilyen barter üzlet keretein belül ezeket most meg tudtam szerezni, a Geekot, a Vészmanót, meg a Venomot hátlappal együtt, és külön imádom, hogy pontosan ugyanolyan Happy Landes matrica van rajta, ilyen Happy Land pontos matrica, amilyen
gyerekkoromban nekem volt. Tehát én teljesen ugyanilyen átlappal kaptam meg ezt a Venomot, ugyanitt volt rajta a matrica, úgyhogy ez nekem egy ilyen visszaemlékezés orgia, úgyhogy nagyon frankó. Egyébként a hátlap az ugye viszonylag nagy, szintén ugye ilyen animated dizájnos, és egyébként ez egy európai kiadás, amin ugye ráadásul olasz, mert hogy látszik rajta ugye ez a Giozzi Preziosi márka megnevezés, hát természetesen ugye eredetileg ez Toybiz volt, illetve hát azért rajta van a Toybiz logó is. A checklist az tök jó, tehát azt imádtam gyerekként, és nézegettem, hogy fú, melyik kéne még, meg mi. Emlékszem a Smite-ra, hogy akkor azt még nem tudtam, hogy kicsoda, mert még a rajzfilmben azokat az epizódokat nem láttam, de gyakorlatilag a sima pókember figurákon kívül én az összes elemit elfogadtam volna. Tehát, mert szerintem egyébként mindegyik jól sikerült a maga nemében, a Scorpio is, a Kingpin is, a többi is, az Octopus is, úgyhogy szerintem ez így teli találat volt. Jó a csomagolása ezeknek, tehát kifejezetten vonzó volt. Ugye természetesen itt látszik az is, hogy kell a funkciót használni. Ez a Venom egyébként nem annyira drága általában külföldről, mint a Pókember. Elterjedt darab, itthon is van belőle viszonylag sok, általában játszott példányok, külföldön is nagyon könnyen hozzá lehet jutni, tehát ebből millió egy darabot kiadtak, tehát nem egy olyan igazán nagy trubáj, de nekem kedves. Csak úgy, mint a Lizard, vagyis a gyík, aki hát egy bonyolultabb figura, és hát már a hibáját azt látjátok is mindjárt rögtön. Szintén egy 1994-es figura, de ő már második szériás volt. Ugye itt az első szériában kiadták rögtön a Venomot, a Pókembereket, a Vészmanót, stb. És a második hullámban jött például a Lizard, meg aztán a Sokkoló, meg egy csomó-csomó tök jó eremit megvalósítottak figuraként. És hát ez egy valamivel komplexebb figura, lévén, hogy van ugye neki ez a latex köpenye, ami felöltözteti, de egyébként egy viszonylag egyszerű figura, tehát van egy valamennyire izmos felsőteste, de nem annyira túlzás, egy sima lila gatyája, és a többi része meg ugye ilyen gyíkszerű, mozog neki is a könyöke, térde, tehát jól pózoltatható. A kabátka az egyébként egészen jó felöltözteti, tehát a rajzfilmben látható küllemét azt úgy adja neki, egy picikét nagy, és ugyan vastag, mondom, ilyen, hát nem is latex ez, inkább ilyen vastag nejlonszatyor anyagból lett ez megvalósítva, tehát ez azért valamennyire strapabíró, de hát a szakadásra hajlamos volt, a koszolódásra hajlamos volt, meg egy picit azért bő is volt, úgyhogy nem ez volt a világ legjobb megvalósítású kabátkája, de nem nézett ki rosszul, tehát így azért tépet volt, meg ilyenek, tehát csináltak ilyen kihagyást a farkának, úgyhogy azért ez nem volt egy rossz megvalósítású kabát, a kor színvonalának megfelelő volt. Ami még az érdekes, az a figurának a feje, ami hát jóval puhább anyagból van. Majdnem, hogy össze lehet nyomni. Nem olyan kemény anyagból, mint a figura többi része, és ennél is egy kicsit úgy tűnik, mintha egyébként vigyorogna, de ez azért egy fokkal talán komolyabban vehető, mint a Venomnak a feje. Köpenyen kívül más kiegészítőt nem kapott, viszont ő bele is beleépítettek egy funkciót, mégpedig a farkába, amit hát ide a seggébe kell csatlakoztatni, és akkor, hogyha ezt a farkat megtekerjük, akkor volt benne egy mechanizmus, és így pörgött a farka, ilyen visszacsapódó mechanizmus volt benne. Na most ez a dolog, ez nagyon-nagyon hamar tönkrement, ez emlékszem, hogy gyerekként nekem is szerintem pár hónap alatt pontosan ugyanez a kis fogas csatlakozó egyik fele ugyanígy eltört, tehát ez tényleg autentikus darab, mert pont ugyanígy volt meg kölökkoromban. Emiatt nem marad a helyén gyakorlatilag a farok, nyilván odaragasztani nem akarom. Egy bizonyos pozícióba, hogyha behelyezed, akkor valamennyire ott marad, de nagyon-nagyon könnyen kiesik. Jól áll egyébként a lábán, a keze az úgy van megcsinálva, hogy egyébként lehetett volna bele
kiegészítőt rakni, de végül is nem raktak, itt esetleg más figurának a cuccát bele lehet rakni. Na most például sikerült úgy beállítani, hogy ott maradt a helyén a kis kunkori farok. Tetszett nekem ez is gyerekkoromban, tehát szerintem jó cucc volt. A Venommal együtt azért jókat játszottam vele, bár nagyon sok más szuperhősös figurám nem volt, ahogy előbb említettem. Ennél is megvan a hátlap viszonylag jó minőségben, itt is látszik, hogy azért ilyen animated stílusú dologról van szó. Bár hát valószínűleg ezt is azért a rajzfilmből vették, de nézett azért a rajzfilmbe ki ő jobban is. A Venomnál ezt a képet szerintem jobban eltalálták, az valahogy úgy egy kicsit kívánatosabb. Ha törésmentes a farok, akkor ezért a figuráért azért bőven ilyen 7-8 ezer forintot el szoktak kérni általában. Láttam úgy is, hogy külön törésmentes farkat lehetett hozzá venni, de nem sokkal volt olcsóbb. Igazából az is ilyen 10 eurókért szokott sokszor menni, vagy 10 euróért plusz posta, tehát igazából nem volt annyira biznisz, meg hát így legalább meg tudtam mutatni ezt a típus hibáját ennek a lizárnak. Az utolsó figuránk az Vészmanó, ami hát nem volt meg nekem gyerekkoromban, de mégis van hozzá kötődésem, mert az egyik kedvencem volt annó a képregényben, gyerekkoromban, én is izgultam, hogy ki lesz Vészmanó, meg minden ilyesmi. Igazából a rajzfilmben is imádtam, mert szerintem tök jól megcsinálták, alapvetően egy félelmetes ellenség volt. Jó, nem a kedvencem, de mondjuk a top 10 pókember enemim közül a középmezőnyben lenne mindenképpen. Nála is viszonylag jól sikerült megcsinálni ezt az animated megjelenést. A feje egy picikét egyszerűsítve lett azért, a teste meg ő nála talán egy kicsit turizmos. Tehát ennyi szálkát azért őrá nem kellett volna szerintem felvinni, mert oké, a rajzfilmben is mondjuk a combja az izmos volt, meg a karja az izmos volt, de nem emlékszem rá, hogy a felső teste, amit hát ez a narancssárga ruha takart, az igazából ennyire durván szálkás lett volna, de hát, hogy mondjam, heroik figurákat csinált a Toy Biz. Kiegészítője neki már volt, ugye van ez a köpeny, ami hát Vészmanó nincsen köpeny nélkül, ez nagyon egyszerűen hát nem plágolható, hanem itt ugye ez a nyakára cuppan rá egy nagyon-nagyon egyszerűen, szépen körbeöleli a figurát, sajnos a táskája az nem használható a figurának, meg lehetett volna talán csinálni úgy, hogy használható legyen, de hát végül is nem ezt választották. Neki is mozog a könyöke, mozog a térde, igazából teljesen rendben van. Ő is kapott egy plusz mechanizmust, neki a karját lehet így fölhúzni, és akkor ilyen tök bomba dobó mozdulatot tud csinálni, egészen üzembiztosan működik. Természetesen eredetileg volt hozzá tök bomba, tehát adtak hozzá, ami hát nekem nincsen meg, és szerintem a forgalomban lévő Vészmanó figurák jó a részénél nincsen meg, hogyha fölmentek a netre és rákerestek, akkor több a hiányos, mint a nem. Viszonylag hamar elhagyták ezeket, főleg azért, mert annyira jól nem tudta egyébként megfogni a kezébe a tök bombát. Sajnos az hiányzik ő hozzájuk, viszont megvan hozzá a röpdeszka, mert hát az nyilvánvalóan kell, és egészen jól sikerült megcsinálni, tényleg olyan, mint a rajzfilmbe. Két dolog ezzel kapcsolatosan, ugye itt van fönt két rész, ahol a figura lábát lehet bebújtatni, és hát rögtön látjátok, hogy nem teljesen jó a méret, emiatt egy kicsit össze kell nyomni a figurának a lábát, hogy bele lehessen passzintani, és hát ez itt utána feszül, és hajlamos néha a kipattanásra, úgyhogy nem teljesen jó megvalósítású ez a rögzítési megoldás, viszont hogyha ráaplikáltuk, akkor azért úgy jól néz ki rajta. Az ördögfej, ami itt van az elején, vagy ez a, hát nevezzük ördögfejnek, ez pedig gyakorlatilag kilövőként funkcionál, van itt egy gomb, és akkor hát ezt a rakétát, ezt kiveti. Most volt annyi eszük, és igazából ez tök kreatív, hogy ehhez is tettek egy madzagot, úgyhogy
hozzá van rögzítve a röpdeszkához, és így talán kevésbé hagyták el a gyerekek, de hát úgyis elhagyták, de minden esetre próbáltak tenni ellene, úgyhogy ez mindenképpen egy jó ötletnek nevezhető. Nem rossz kis figura, hozza azokat a jellemzőket, amiket itt a Spider-Man Animatednél megszokhattunk. Későbbiekben voltak sokkal-sokkal rosszabb tojbizes figurák is, mint ezek. Ja, még azt elfelejtettem mondani, hogy van pack hole, tehát ezeket a figurákat is lehet standre állítani. Illetve járműként, külön járműként értékesítve kiadták még ehhez a figurához, Waste Manónak azt a bazi nagy röpdeszkáját, ami volt ugye a rajzfilmben is, és ez a kis röpdeszka így ahhoz így csatlakozik, és úgy is nagyon frankon néz ki. Úgyhogy összességében azért egy egyáltalán nem rossz cucc, 90-es évek színvonalához képest elég jó, meg van ezeknek lelke, de valószínűleg ez csak a személyes kötődésem mondatja bele. Természetesen ehhez is megvan a hátlap, itt is viszonylag jó és tipikus vészmanós képet választottak, úgyhogy tök jó. Hát a checklist az ugyanaz ennél is, mert hát ez is első szériás figura volt, úgyhogy a későbbiek közül ahhoz most nem tudtam nektek mutatni semmit. Ha mindenre megvan specially a tökbomba, akkor elég sok pénzt szoktak ő érte kérni. Ha nincs meg a tökbomba, akkor ilyen 10 pár euró gyakorlatilag kint külföldön az egész, ha megvan, akkor többet szoktak érte kérni, de mondom, érdemes itthon körbenézni, mert Baterán, Börzéken, Bólapiacokon rendszeresen látok jó, főleg hiányos ilyen Spider-Man animated figurákat, 1-2-3-4 ezer forintokért, és tök jó állapotban is láttam már ilyeneket. Tehát mit tudom én, Kingpint, Rhino-t, ilyeneket láttam már, és elég jók voltak. Csak az igazság, hogy nálunk ezek azért kerülnek kevesebbe, mert nem sokan gyűjtik őket. Tehát én is csak pár emberről tudok, aki kifejezetten rá van erre állva. Azon kívül a többi ember, még hogyha emlékszik is rá, meg hozza neki a retro életérzést, inkább a modernebb, ilyen Marvel Legends-es jellegű figurákra vannak mostanság ráállva, az pörög valamennyire itthon, meg a különböző modernebb Marvel figurák, de ez azért is van így, mert szerintem manapság a képregény rajongóknak egy nagyon nagy százaléka az fiatalabb, mint mondjuk én, inkább a 2000-es években kezdtek el képregényezni, meg képregényhősözni, meg rajzfilmezni, és nekik inkább a modernebb figurák azok, amik közelebb állnak hozzájuk. De mondjuk 30-as, 40-esek közül nem se tudok sok embert, aki inkább ezeket a régieket gyűjti a mai modernek helyett. Érdekesség egyébként, hogy ebből a Lizardból is azt hiszem, hogy most adtak ki valami modern változatot, aminél ugye a Hasbro, mert hogy ugye manapság már nem Toy Biz van, hanem a Hasbro-nál vannak ezek a dolgok. A Hasbro ilyen retro, Toy Biz-es jellegű hátlapokon kiadott bizonyos figurákat, mit tudom én, Peter Parker, Gwent, meg ilyeneket, és azt hiszem, hogy most van egy ilyen Lizard, ami egészen hasonlít erre, jellegében, nyilván modernebb, meg több ponton mozgatható, de a hátlap miatt úgy adja az is a retro érzést. No, hát kérem, ez egy baromi hosszú figura volt, videó volt, és tudtam is, hogy az lesz. Nem akartam nagyon mélyen belemenni a Toy Biz sztoriba, inkább cikket érdemelne, de valamennyire azért kellett érintenünk, úgyhogy köszönöm azoknak, akik kitartottak itt a végéig, de hát volt miről beszélni. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, meg lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, kövessétek a Facebook oldalt és a blogot, meg minden ilyesmi szokásos. És jövő héten, május 22-én a Kösziben megint Figurafest lesz, ahol remélhetőleg lesznek tojbizes, szuperhős és cuccok is, úgyhogy gyertek el és válogassatok kedvetekre. Kőbányán lesz a Köszibe, de ezt már biztos mondtam. 22-én 10 órától 500 forint a belépő. Remélhetőleg ott találkozunk, addig is szép szerdát, sziasztok!